Következő néhány percben egy rövid tartalomjegyzéket szeretnék bemutatni. Bevezető célkitűzést láthatják, aztán a mintaadatbázis megjelenítését. Aztán az SQL szerver működésével fogok foglalkozni. Majd a szükséges szoftver környezet kialakításával. Azután a bevezetést fogom megtenni az SQL nyelv használatába. Ez egy elméleti anyag gyakorlatilag, amely elég hosszú lesz, mert bemutatom a különböző osztályozását a nyelvnek, a DDL-t, a DML-t, a DCL-t, a TC-t, SC-t, illetve a parancsok formai megjelenítését. Végül Windows telepítő készletet fogok készíteni önök segítségével. Köszönöm a figyelmet!